Négykerekű átalakuló művésznek is nevezhető a Mercedes SLK névre keresztelt sportkocsija, amely 1996 egyik legnagyobb újdonsága volt a kategóriában. A modell egyetlen rendeltetése az élvezetes autózás, és ehhez attraktív forma, klasszikus belső kiképzés és 193 lóerős kompresszoros motor adja meg a feltételeket. Az SLK a Mercedes régi sportkocsi hagyományát folytatja, különleges vezetési élményt adva. A márkától megszokott rendkívüli technikai megoldások ebben a modellben is felfedezhetők. És itt elsősorban a variálható tetőt kell említeni, amelynek segítségével másodpercek alatt zárt kupévá alakítható a nyitott roadster. A fényből készült tetőt gombnyomásra elektromos és hidraulikus elemekből álló rendszer tünteti el a csomagtartóban. A modellnév a német sportos, könnyű, kompakt szavak kezdővetőiből áll össze, és ahogy egy német autóhoz illik, nincs ebben semmi túlzás. A sportosság nem is kérdés, a kerekek jól kitolva a karosszéria sarkai felé, az orr merészen előre nyúlik, a far rövid, zömök. Szigorúan vett kétülésesről van szó, az utasok háta mögött már a csomagtér kezdődik. A könnyűség viszonylagos. Itt inkább átvitt értelemben értendő, nem úgy a kompakt jelző, amely technikailag is igaz, meg abból a szempontból is, hogy minden részletnek funkcionális szerepe van. A motorházban lehet egy szerény 2 literes, 136 lóerővel, de a mulatsághoz jobban illik a 2300 köbcentiméteres kompresszoros, 193 lóerős változat, amellyel 230 km/h sebesség is elérhető. A 100-ra gyorsuláshoz elég 7,2 másodperc, de ehhez kell némi gyakorlat, mert a beépített kipörgésgátló a gyújtás letiltásával akadályozza a kerekek megcsúszását, és ilyen esetben 1-2 másodperc eltelik, mire a motor magára talál, ha véletlenül túladagoljuk a gázt. Az SLK jóval kisebb és barátságosabb jármű, mint a nagy SL Roadster kabrió családtagjai, és a legszimpatikusabb vonása, hogy tulajdonképpen két autó egyben. Az emberek többsége ugyanis teljes szívével tudna szeretni egy kabriót, ha az esze nem figyelmeztetné annak hátrányaira. A kabriózás ugyanis pompás dolog, langyos nyári délutánon a nyaralóhely korzóján poroszkálva. De amint gyorsabb tempóra van szükség, jól jön egy sapka, kiszállás után pedig egy gyors arcmosás, hogy a bőrbe ivódott korompor és olajszemcsék eltűnjenek. Na persze, beülés előtt meg az üléseket kell gondosan letörölni a rászállt portól, és bár a látszat csal, kánikulában, városi utakon, a kabrió egyszerűen gyötrelem egy csukott autóhoz képest. A Mercedes SLK megoldást kínál minden meghasonlott kabrió rajongó számára, hiszen a variótető 25 másodperc alatt a csomagtérbe csusszan, és már is felettünk az ég. Ha pedig sietős a dolgunk, vagy vége a nyárnak, egy gombnyomással keménytetős kupévá alakul az SLK. Alig hanem ez a legfőbb oka annak, hogy a gyár termelését jó időre lekötik az előrendelések kielégítése. Thank you.
tipikus női autó a Toyota Paseo névre keresztelt kis kupéja, amely Európában az Opel Tigra, a Mazda MX-3-as és a Honda Civic versenytársának számít. A japán piacon Sinos néven forgalmazott modell igazi 2+2-es, ami alatt azért endő, hogy a hátsó üléseken legfeljebb gyerekek érezhetik magukat kényelemben, legalábbis iskoláskor alatt. Elő sem túlságosan tágos a karosszéria, de a gyár azt állítja, hogy ezt az autót fiataloknak, vagy legalábbis fiatalos szívűek számára tervezték. Azok meg ezek szerint beéri kevesebb helyen, és egyébként is a határozott oldaltartást adó ülések miatt amúgy sem nagyon lehet fészkelődni. A Paseóval a Toyota egy olyan gyorsan növekvő európai piacra lép ki, amelyen egyre nagyobb a kereslet a vidám, sportos, de mégis biztonságos kiskocsik iránt. Hangsúlyozta 1996 tavaszán a Paseo európai bemutatója kapcsán Iseo Suzuki, a Toyota főmérnöke. A célt elsősorban külső jegyekkel teljesíti a Paseo, de nem kockáztatott újszerű formai megoldások alkalmazásával. Vonalaiban felfedezhető egyik-másik versenytárs formavilága a dinamikus éghalak határozottságát elől és hátul kerekített sarkú lámpák oldják fel. Új autóhoz új motor dukál, vélték a Toyotánál, és a Paseo-ba csináltak egy nagyon könnyű, másfél literes négyhengeres, hengerenként 4 szeleppel. A 2 vezértengelyes motor állítólag egy új generáció első tagja, amelynél különös figyelmet fordítottak a rezgések csillapítására, a sima futásra. A legnagyobb teljesítmény nem túlságosan magas, 90 lóerő, de a 185 km/órás végsebesség éppenséggel elég. A 11 másodperc alatti 100-ra gyorsulás sem túlságosan különleges teljesítmény, de végül is itt egy jó értelembe vett szemfényvesztésről van szó. A Paseo napjaink modern kiskocsijának technikáját hordozva csak épp a köntös más. Akinek vadautóra van szüksége, az a Suprát fogja nézegetni a Toyota szalonokban. Ezek drága modellek, sokak számára elérhetetlenek, vagy éppen felesleges luxus képviselnek. A Paseo pont a szupergépeket elutasító átlag számára alternatíva, hiszen olyan, mintha komoly sportkocsi lenne, miközben utazási komfortja kitűnő, a motor és a futómű hangjából alig jut valami az utastérbe. A szervókormány sebességfüggő működésű. A belső tér rendezett, kiegyensúlyozott formái is az átlagízlést tükrözik. A sportosságot mindössze a fehér alapú műszerek és az ülések képviseli. A csomagtér kisméretei igazi kupé hangulatot idéznek, és talán éppen ezért a gyár fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a kesztyűtartó 6 literes, tehát bőven jut benne hely kazettának, CD-lemeznek, egyéb úti kellékeknek. A Paseo ma még csak kupéként hódítja az ifjabb és korosabb szíveket, de a gyárban már készen van a Cabrio prototípusa is. Bár a Peugeot soha nem a sportkocsijairól volt híres, a nagy hagyományokkal rendelkező francia gyár sokszor tett emlékezetes kitérőt a versenypályákra, és számos szép kupéval örvendeztette meg a márka rajongóit. A legszebb cím fő esélyese napjainkig bizonyosan a legújabb alkotás, a 406-os kupé, amely 1997 egyik szenzációjának ígérkezik. Az elmúlt 40 évben, amikor a Peugeot egy kupé vagy kabrió piacra dobását határozta el, mindig az olasz Pininfarina stúdióhoz fordult. Ez az együttműködés most új fejezethez érkezett, ugyanis az olasz formatervező cég ezúttal teljes szabadságot és önállóságot kapott a 406-os kupé külső és belső kialakításához. Természetesen szem előtt tartva, hogy a sportos modellnek az alaptípus szerkezeti elemeit kell használnia, beleértve a futóműveket, a motorokat és a különböző erőátviteli berendezéseket. A Pininfarina által tervezett modell mindenben megfelel ezeknek az elvárásoknak. Finoman őrzi az alaptípus, a 406-os limuzin jellemvonásait, és mégis teljesen más. Áramvonalas, elegáns, dinamikus, ahogy egy sportos kétajtóstól elvárható. E hatás eléréséhez némileg változtatni kellett a karosszéria arányain. A magasság 5 cm-rel csökkent, a kocsi óra pedig 6 cm-rel hosszabb lett a limuzinhoz képest.
Az első fényszórók még vékonyabbak, az orrlemezen elhelyezett embléma melletti levegőbe ömlő nyílás szinte csak egy vonal. A motor levegőigényét szolgáló igazi beömlő az első spoilerbe került. Formája a négy ajtóson látotthoz képest jóval agresszívebb. A kocsi oldalnézeti képét a tető lendületes íve határozza meg, amely már a motorháztetőben elkezdődik és a csomagtértetőben fejeződik be. Dinamikáját erősíti a hátsó lámpa átlósan alakított cseppvonala és a hátsó spoiler. A tengeri csillag formáját idéző könnyűfém keréktárcsák a karosszéria könnyedségét hangsúlyozzák. A belső tér kialakítása szintén a Pininfarina formatervezőinek munkája. Itt is megfigyelhető a Peugeot stílusjegyek elegáns visszatérése az ajtókárpitokon és a műszerfalon. Alumínium fejű váltógomb szolgálja a sportos hangulatot, az ülések kagylósítottak, a bőrbevonatú kormány a biztos fogás segítő kialakítást kapott. Jól lehet egy kupé helykínálata sohasem versenyezhet egy négy ajtóséval. A Peugeot 406-os ezen a téren is külön úton jár, hiszen a tágas belső elegendő helyet biztosít négy utas számára. A motorháztető alá két erőforrás kerülhet. A 4 hengeres, 2 literes, 135 lóerős, vagy a szintén új 6 hengeres, 194 lóerős. Mindkettőhöz választható az 5 fokozatú mechanikus váltó, az új fejlesztésű, elektronikus vezérlésű 4 fokozatú automatikus váltó viszont csak a 4 hengeres motorhoz. Ez utóbbi kombináció 200 km per órás végsebességet és 14 másodperc alatti 100-ra gyorsulást jelent. Akinek ez túl öreg uras, az biztosan a 6 hengeres motort és a mechanikus váltót választja majd a Peugeot kupéba. Mert azzal a kocsi végsebessége 232 km per óra lesz, a 100 km per óra sebességre gyorsuláshoz pedig csak 8,2 másodperce lesz szükség. A Peugeot 406 kupé egyik fő európai versenytársa lehet a Volvo C70-es, amely a svéd gyár arculatváltásának jelképe kíván lenni. Mindkét modell 1996 őszén a párizsi autószalonon debütált. A svéd kétajtós a sportkocsik világából ismert brit TVR céggel közösen végzett fejlesztő munkával készült. A Volvo C70 kizárólag turbomotorokkal kerül forgalomba, az erősebb 240 lóerős, a csökkentett turbónyomású pedig 193 lóerős. A Sportautók 1996 című videókatalógus teljes 82 perces változata megvásárolható VHS kazettán a MOL 2000-es töltőállomásokon.